Sziasztok! Üdvözlete minden Kismarostól, pedig a Kisvasúti végállomásnál és a Mozdony színnél. Mellettünk pedig itt van a Nagyvasút. Ugye a feladat az már elment, amivel jöttem. Vagyok a peron szélénél, a Kismarosi megállóhelyen. És amiért jöttem, az egyrészt a mellettem is látod, és valószínűleg ez már az lesz ez a fényjármű, vagy esetleg egy fotós menet. És ha már ugye sütörtnek, lejöttem egy kicsit korábban, megpróbálom bejárni a Kisvasútnak azt a vágányát, ami ugye elveszett vágánynak számíthat, mert ugye majdnem Verőcéig még elmegy, és csak nem használják. Tehát még van egy ilyen kb. 1 kilométeres szakasz itt az erdőbe, ami használaton kívül van. Egyébként itt van előttünk a Kisvasúti, ugye végállomásnak a felvételi épülete, vagyis hát mondtam, meg hát, hogy egy pénztár. A szerelvény majd innen fog indulni. Engem viszont most az a felhagyott vágány fog érdekelni, úgyhogy arra fogok elmenni. Akkor látjátok, hogy van ez a két vágány, amelyik a fűtőházba vezet, és itt van ez a másik vágány, itt van egy váltó is. Ez vezet el aztán Verőcéig, úgyhogy majd ezt fogom követni. Hát remélem, hogy a kamera is bírni fogja, mert itt a tapolcai út volt, amikor felborult állványostól. Ilyen képhibákat is generál, meg hát ilyen foltok vannak a kijelzőn, és nem tudom rendesen letakarítani, pedig ma mindent megpróbáltam, tehát szerintem megsérült a lencse. Remélhetőleg most már, mert itt az LCD-n nem látok foltot most se. De majd, csak hát nem tudom, hogy amikor majd visszanézem, akkor mennyire lesz. Hát reméljük, hogy nem, mert különben vihetem szervízbe, mert pont a 2 éves garancia már lejárt. Hát csak közben jött egy volánbuszos kredenc. Látom, és ez lesz az a vágány, amely tovább ment Verőce fele. Hát most elindulok rajta, aztán meglátjuk, hogy hova vezet. És akkor, ahogy látjátok, itt vesz egy ívet a vonal, és így errefele megy tovább. Hát, ameddig lehet, követem. Úgy tudom, egy olyan 6-800 méterig van meg, aztán így elveszik az erdőbe, de aztán valaha talán a Verőcei Nagyvasúti állomásig ment. Hát, meglátjuk. Hiszen majd lehet elmenni, hopp, itt valaki dolgozott, nemzetközi ismertető jelzés, a kőműves aktimel mellett a sörös doboz. Ott láttam eldobva egy vasutas lét is, alias Vivien ásványvíz. Hát, haladok tovább, aztán látjuk most, itt télen talán nincs akkor a gaz se, hogy ne tudjam bejárni. Vonalbejáros videó már úgy is volt, és a tegnapi live-ban is kérdeztétek, hogy mikor lesz legközelebb. Most. Nem tudom, mikor lesz feltöltve, majd egyszer. És mindjárt beérkezünk az erdőbe. Hát itt fog jönni az erdei szakasz. És egyébként egy olyan információt találtam most az interneten, így gyorsan, ahogy megnéztem, hogy ezt a szakaszt, ezt használták, amikor a Willit a napelemes motorkocsijukat tesztelték, akkor a tesztüzem az itt zajlott. Úgyhogy ennyit sikerült így gyorsan így ilyen másfél perces googlizással találni róla. Ebben esetben akkor menjünk rajta végig, ameddig lehet. De azért látszik, hogy ez egész tiszta az űrszelvény. De a sinek állapotán is látszik, hogy nem igazán járt errefele vonat mostanában. A felépítményen már vannak bajok, tehát nézzétek csak meg, hogy van egy-két korhadt alfa, sincsavarok hiányoznak. De még az is elképzelhető, hogy egyszer lesz hosszabbítás ezen a kis vasúton is. Már még nem tudom, hogy a maguk a sinek meddig tartanak, de talán a Verőcei vasútállomásig még el lehetne vinni, de ebben se vagyok biztos, hogy ilyen érthet, hogy ugye most is van már nagy vasúti kapcsolata. A kisfalosi megállóhely az itt van. De régebben, mivel ugye fahordásra is használták, a Verőcei vasútállomáson volt a rakodó. Esetleg itt szép hosszú egyenes a szakasz, hát haladunk, ameddig tudunk. És akkor ezt nézzétek, még egy híd is van, itt valami patak folyik itt mellettünk, és hát a kisvasút, hát nyilván át kellett azt is vezetni. De a Nagyvasútnak is van hídja, ez is itt van mellettünk, és hát akkor mi is átmegyünk rajta, és hát akkor gyerünk tovább. Itt viszont már annyira nincsen gondozva, de mondjuk az őszelvény meg az nem lóg. Mint hogyha legalább azt tisztán tartanák, vagy csak nem volt idejében ülni, lehet, hogy nyáron ez sokkal rosszabbul néz ki.
túloldalt viszont van egy tárda tényleg, hogy a hídon átjárni tilos, de hát a másik oldalon nem volt, szóval visszafele majd megkerülöm. Ez ilyen semmi, pedig egy kis mini domb itt a kis vasúton. És szerintem itt a vége. Mert ott mintha úgy látnám, hogy véget értek a sinek. De azért megpróbálom megnézni. És itt már ezek a nagyon vékony, szerintem ezek a 9 kilós sinek. Eddig ez a kisi vagy C-sinek voltak inkább. Tehát ez a vastagabbak, nagy vasúton is használt sineket, viszont meg te kis vasúti sin. És még ez sincs nagyon rögzítve, viszont hát fizikailag a pálya eddig járható, mint látjátok. És itt van egy nagy vasúti betonhaj, az fogja itt a töltést. Majd talán a nagyvasúton is jön valami. Kezdetek meg egy pár nagyvasúti betonaljal megtámasztották a töltést, de itt valamiért el lett bontva ezen a szakaszon. Tehát még fizikailag eddig járható. Viszont itt még folytatódnak a sinek. Itt tovább, itt az útban is van, mint látjátok, meg ott van is. Hát megnézem, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk. És lehet, hogy itt meg lesz az évtized első bozót harca. A sinek megvannak, csak itt nem tudom mennyire járható még, meg meddig. De ez már a nem gondozott rész, az biztos. Tehát azt el tudom képzelni, hogy addig, ameddig megvannak a sinek, addig ugye próbapályának használták, amikor a napelemes kellett tesztelni. És ezzel a szakaszra már akkor se törődtek. Mindegy, ameddig lehet, addig megpróbálok itt menni a gazba, és akkor megnézzük, hogy hova jutunk. Hát ezt nézzétek, így néz most ki a nyisvasút. Itt vannak a sinek. Valahol itt van egy ilyen földhányás, most arra álltam föl, és ott mennek a sinek erre. Tehát majd így valahogy lemászok, és akkor próbálom követni. Hát van alvérni. Na és akkor itt vagyunk a pályán megint. Akkor már mutatni, hogy itt van a sínszál, csak a nagy gazba nem látszik. De hát itt tovább. És itt viszont nézzétek, visszatértek ezek a vastagabb sínek. Így ránézésre kicsi, de lehet, hogy annál még egy kicsit könnyebb, de és az a baj, feliratot nem találtam rajta sehol. De a 9 kilósnál nagyobb. A 9-es sineknél. És itt ránézésre kisi, tehát a kisvasutaknál az még gyakori. De igazából már felújítás után ott se nagyon. Ja, nagyvasúton ezt meg már nem használják. Hát, talán még egy vonal van, ahol még vannak ilyen kisi sinek, de ott is ugye fogynak már, mert folyamatosan cserélgetik. Meg hát a Balcsvillány szakaszon volt. Azt hiszem, hogy Középrigóz környékén, amit viszont be is kell lezárni már 2006-ban a sinek állapota miatt. Hát nem tudom, hogy tudok ott tovább menni, mert még ott arra fel a gazba kéne. És akkor mutatom nektek, hogy eddig lehet bejárni. Ott vannak a sinek. És itt, ahol állok, még itt alattam van sínszál, viszont itt a bozóton túl én nem látom, hogy lenne. Tehát szerintem minden már föl is van szedve. És nagyon, nagyon úgy is mellette, ahol lehetne menni. Fel a vasúti töltésre, de azt most nem vállalom be, azért ez mégiscsak egy fővonal, ahol azért van forgalom, nem is kicsi. Úgyhogy inkább... Hát ott a közúton sincs járda, úgyhogy még ott se tudok menni. Úgyhogy szerintem ez amúgy is járhatatlan, hát ki tudja, meddig vannak még meg a sinek, majd... Legközelebb próbálkozok, akkor majd velősze felől fogok indulni. És akkor talán még ott vannak nyomok. És utána lehet valahogy... És esetleg eljutni valameddig, de hogy itt nem, az biztos, úgyhogy itt most az évtized első vonalbejárása az ennyi volt. Nem, valami megpróbálok kimászni itt a gazból. Hát látjátok, itt még itt vannak a sinek. Aztán tovább már nem.
szépen. És hát akkor ezzel a... Ugye ezekkel a képekkel akkor el is köszönök tőletek. Boldog új évet mindenkinek, nekem vonalbejárásban gazdagos. És akkor ez az évtized első vonalbejárása az ennyi volt. Sziasztok!